Szép napot kívánunk mindenkinek, köszöntjük Önöket Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr évértékelő beszélgetésén. A tavalyi év a koronavírus járvány elleni védekezés jegyében zajlott, nagyon sok erőforrást kellett mozgósítani a hatásos védekezés érdekében, mégis sikerült számos beruházást, fejlesztést megvalósítani országszerte. Ebben a tekintetben Hatvan és Heves térségére is büszkék lehetünk bizony. Hogyan teljesítenek a térség gazdasági szereplői a vírusválságban? És főként milyen kormányzati segítséget kaptunk munkahely teremtésre és a munkahelyek megtartására? Az elmúlt időszakban mindenki megijedt, hiszen tavaly, amikor a vírus első üteme, első fázisa bekövetkezett, akkor mindenki úgy gondolta, hogy a tevékenység, a gazdasági tevékenység, a teljesítőképesség az nagy mértékben vissza fog esni. Ezt jelezték a gyárak, nagyon sok üzemmel beszéltem, tárgyaltam, információt gyűjtöttem, és próbáltam továbbítani a magyar kormány felé. Azonban hála az égnek, egyrészről körülbelül nyáron, nyár végére a megrendelési állományok úgy helyreálltak, az ipari üzemek elkezdtek tudni teljesíteni, illetve a magyar kormány olyan gazdaság élénkítő megtartó programokat indított el, és ebben nagyon sok cég részt vett, amely technológiai fejlesztést hozott magával, amely munkahely megtartást támogatott, és amely azt erősítette, hogy a cégek likvid, tehát forgótőke igényét tudják segíteni. Nagyon sok üzemet tudok felsorolni, a gumigyártó kezdve, akár éppen a két nappal ezelőtt a egyik lőrinci cég kapott ilyen támogatást a Titán, de mondhatnám a Csabakasztót, tehát nagyon sok környékbeli üzem élt ezzel a lehetőséggel és támogatásért fordult. A kormánynak nagyon fontos az, hogy a gazdaságot milyen gyorsan tudjuk helyreállítani, ezért a gazdaság minden ágára odafigyel, nem csak a turizmusra, nem csak a vendéglátás területén, hanem épp az ipari üzemek területén, és hát most a következő lépés az pont a mezőgazdaság lesz, amit nagy mértékben segíti. Ezek azt jelentik, hogy nem segély alapon gondolkodik a kormány, amit én maximálisan támogatok, hanem a munkahelyek megtartása irányába gondolkodik. Képviselő úr úgy fogalmazott, hogy nagyon sok tárgyaláson van túl ugye az elmúlt időszakban a térség, munkahely megtartó képességnek megőrzése érdekében. Milyen, vagy kikkel, milyen szereplőkkel tárgyalt, hogyha ezt el lehet mondani, és nem titok, és egyáltalán partnerek-e abban, ahogy az elképzelések megvalósuljanak? Én ebben a témában soha nem szoktam dicsekedni, hanem mindig elmondom tényszerűen, hogy miben tudok segíteni, és ebben próbálok segíteni. Nincs a kormányzat területén olyan terület, ahol vezetőkkel adott témakörben ne tárgyaltam volna. Csak az elmúlt rövid idő, most utoljára a Szijjártó miniszter úrral, illetve a HIPÁ-nak a vezetőjével, a befektetés ügynökség vezetőjével, Érsik Róbert úrral beszéltem adott témákról, előtte a Palkovics miniszter úrral, de ugyanúgy a pénzügyminisztériumban, Tálai András államtitkár úr, a miniszter helyettes úrral, de a miniszterelnökségen is nagyon sok államtitkár, miniszter, szóval egy szóval a kormány valamennyi területén az adott témakörben tudok segíteni, akkor ez úgy gondolom országgyűlési feladatom, és országgyűlési képviselőként ezt megteszem. Megyek, lobbizok, kommunikálok, beszélgetek, és igyekszem minél jobb és minél előnyösebb pozíciót teremteni itt a térségben élőknek. Akkor nézzük a konkrétumokat. Azt gondolom, hogy minden egyes térség, minden egyes település, város egyik legfontosabb kérdése, min közlekedünk, az úthálózat. Mi történt az elmúlt egy esztendőben? Folytattuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Nem titkolt célom, hogy a közeljövőben valamennyi főút, valamennyi közút, valamennyi belterületi önkormányzati utat megépítünk és rendbe teszünk. Ami talán egyik legfontosabb, turizmus és iparterület fejlesztés szempontjából, munkahelyteremtés szempontjából, az M3-as Heves Kisköre Tisza híd tengelynek a teljes rendbetétele. Ezt már korábban elkezdtük, épültek is belőle szakaszok, épp a múlt évben jelent meg a magyar közlönyben, több mint 30 km hosszan föl lesz teljes egészében újítva. De ugyanilyen téma például 60-nál az északi elkerülő tervezésének a megindulása, vagy lehajtó 60-ban a Heréri útnál, ami a Bosch logisztikai központ kiszolgálását okozza, de építettünk utat Rózsaszentmáton Ecsét között is. Összességében azt lehet mondani,
hogy már megtörtént az elmúlt évben egy 50 km útnak a megépítése, most folyamatban van, legkésőbb tavasszal befejezünk még egy közel 50 km, és már a következő etapot tervezzük, hogy ez meglegyen. Már az előző évben is belterületi utak sok helyen megújultak. Van olyan település, amelyik előnyösebb helyzetben van, ott már a belterületi utak lassan végeznek a felújítással. Településeket tudom sorolni természetesen, hogy melyik településen, hogyan, mint, de a következő évre is már most ők, a település vezetők készítik elő a további útfejlesztéseket. Addig nem állunk le és kitartunk, amíg valamennyi utat meg nem építettük. Ez a legfontosabb az itt élők számára, akár ipari üzemek, akár lakosság számára, és elkerülhetetlen, hogy aki reggel elindul, az biztos úton, jó úton tudjon hazaérni estére. Gyerekkori emlékeim között szerepel a nagy bringázások időszaka 60-ban. Nagyon jól lehetett bringázni, például az Agyvagáton, és az elmúlt idők kerékpáros turisztikai fejlődése azt mutatja, hogy lassan bekerülünk Európa vérkeringésébe. Az Eurovelo kerékpárút nyomvonala itt 60-ban került kijelölésre. Ez azért érdekes, mert korábban, amíg nem volt 60-ban kerékpárút, addig nem érintette ilyen jellegű nyomvonal. Az első kerékpárút szakasz azt még korábban, mint polgármester, turisztikai forrásból építettük, ezt sokan nem tudják, tehát nem kerékpárutas forrásból turisztika, ez volt az első közel 10 kilométeres szakasz délre 60-tól. És ami most lényeges, átadtuk a következő szakaszt, ami teljesen abcig visz föl, ez több mint 10 kilométer hosszú, de már most tervezzük az absztó Gyöngyös felé menő szakaszt, ennek a tervezése folyamatban van, ezt is szeretnénk megépíteni. Itt az abcig vezető szakasznál még két rész nem készült el, ott gátat épít a vízügy, ők egy kicsit megcsúsztak ezzel a tevékenységgel, de reméljük az is nem sokára meg lesz. És azt lehet mondani, hogy nincs olyan része a választókerületnek, ahol ne történnének kerékpárút fejlesztések, építések. Utalok itt Adástán a gumigyár elérhetőségére, de utalok a Nagyfüged, Heves, Heves-Vezekény közötti szakaszra, aminek már ott tartunk, hogy fut a utolsó papírozási időszaka, és nem sokára indulhat szintén a kivitelezés, és hát ott várunk arra, hogy még bizonyos munkákat befejeződjenek, például a csatornázás területén. De ugyancsak Erdőtelek és Tenk között most készülünk elő, az is indul, Heves belterület indul. Figyelembe vesszük a munkahelyek megközelítést, a biztonságos közlekedést a helyben lakóknak, és a turisztikai kerékpározást. Nem sokára elérjük azt, hogyha valaki 60-ban fölül a kerékpárra, akkor az el tud menni a Tiszatóig biztonsággal önálló kerékpárúton. Nagyon jó hírek ezek, de itt volt egy fél mondat a szennyvízzel kapcsolatban. A szennyvíz csatorna hálózat infrastruktúrális fejlődés az mindig egy nagyon-nagyon allergikus pontja egy-egy település életének. Ezzel hogy állunk? 60 környékén végeztünk, azt lehet mondani. Itt kerekharasz volt az utolsó elem, ami annó a 60-i körből kimaradt, most ezt pótoltuk, illetve felújítottunk három településnek a tisztítóját, Nagykökény és Heréd ez egy, illetve Boldog. És ami nagyon nagy öröm, hogy Heves környékén olyan fejlesztéseket tudtunk elindítani, mint például a Nagyfüged, Tarnaméra, Boconád, vagy pedig a Hevesi tisztítónak a felújítása, itt a három településnek a teljes szennyvíz, Nagyút, Ludas, ami szintén fontos. Befejeződött korábban már a Karácsondi, ott az utolsó pénzügyi elszámolások megtörténtek, Tengnél az utolsó pénzügyi elszámolások most megtörténnek, épp a napokban van ez folyamatban. Azt lehet mondani, hogy szinte kivétel nélkül valamennyi településen most már majd meg leszünk szennyvízbe, ami még feladat a 2000 lakos egyenérték alattiaknál, Tarnaörs, Erk, Visznek ott megoldani ezt a szennyvízkérdést, és van még néhány felújítandó szennyvíz tisztító rendszerünk, mert hát ugye ott is a technika az halad, 10 évente új technikák vannak, mindenképpen léptünk el. Azt jelenti, hogy az elmúlt évben mintegy 10 település, a következő időszakban pedig további egy 6-7 település, és utána a szennyvízrendszerek fejlesztésével is kész vagyunk. Közintézményeink állapota, rendszere, fejlesztése, hiszen azt látogatják leginkább a 60-iak és környékbeliek. Minden polgármester a saját közintézményeit maximálisan szem előtt tartva, folyamatosan jön a kérdéseivel, hogy szeretné ezt megépíteni, azt rendbe tenni.
Nagyon sok megújult, nagyon sok forrás volt, ahol sikeres pályázatok születtek, és ezek megépültek. Külön figyelmet fordítunk a bölcsődék építésére. Most az elmúlt évben elindult 11 bölcsődének az építése, még további 6-8 van előttünk, amit meg szeretnénk építeni. Itt a polgármesterek igény alapján az óvodák felújítása az folyamatos, az elmúlt évben is több mint 10 óvodát újítottunk föl, mármint úgy értem, hogy a polgármesterekkel együtt. Akkor a iskolák felújítása az folyamatosan történik, most is van folyamatban több intézmény, most lett kiírva a Klik által például Hevesen a zeneiskola energetikai felújítás, a Hevesi József, a Benedek, 60-ban a Lesztainak a felújítása, nagyon sok helyen fűtéskorszerűsítések vannak több településen, Rózsaszentmárton, Horton teljes komplett energetikai felújítás, és tudnám sorolni az intézményeket. Azt lehet mondani, hogy a következő évben le tudjuk zárni, hogy a közintézményeink szinte kivétel nélkül megújuljanak. Vannak egyedi, speciális dolgok, amire nagyon odafigyelünk, ilyen például a Bocsonádi kastély, ott azért speciális, mert 5 forrásból újul meg az egész intézmény. De ilyen például Hevesen a Sakkmúzeum, ami most készült el, az épület készen van, most a belső berendezések kerülnek elhelyezésre, az ország első is egyszem sakkmúzeuma, mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez elkészült. De itt van a 60-i könyvtár, amely utolsó simogatásokat igényli, ott a környezet rendbetétele, erre a kormány 136 millió forintot megszavazott puszforrásként, ez is most befejeződik, mi ezekre az intézményekre nagyon büszkék vagyunk. Gyerekkorom legizgalmasabb pillanatai azok voltak, amikor nagymama már elővette a nagy nejlon zacskót, amiben benne voltak a régi fotográfiák, és elkezdte előszedegetni azokat a képeket, amelyekben a nagyszüleim a homokzsákokat pakolták a 21-es sarkán. A nagy árvizek. Volt pár 1946-tól is. Hogy állunk az árvízvédelmi infrastruktúrával? Hát pont a 21-es útcsarok. Az ugye 2010-ben is volt még ott nagy probléma, az egyik első lépés volt, hogy ezt meg tudtuk oldani, valamilyen szinten automata szivattyú rendszerek vannak, amik a korábban befolyó árkokon keresztül, a Nógrádiból befolyó vizet most már automatikusan visszaemelik, adja jó Isten, hogy ne kelljen homokzsákokat pakolni, mert ez nagy baj az újatvaniaknak. Most, tehát a vízügy az folyamatosan fejleszt, hol medermélyítést hajt végre, hol pedig gátemelést, most amit az előbb a kerékpár után említettem, 2 szakasz, az pont a gát megmagasítását szolgálja, hiszen ők folyamatosan nyomon követik a zagyvának a vízmozgását. A zagyva több gyűjtő tóval rendelkezik, például a Macunkai tó is ilyen, ahol a vizet úgy tudják leereszteni, hogy ne jöjjön ránk nagy mennyiség, hanem viszonylag kisebb mennyiségben érkezzen a havári esetén. Vannak azonban olyan települések, ahol, hogyha sokad eső és hirtelen nagy mennyiség zúdul le, most Szücsibe volt épp a múlt évben egy ilyen probléma, ezeket meg kell oldani. Egy csapadékvízelvezetési és vízelfolyási rendszer megerősítés van folyamatban, ez közel 1 milliárd forint, ez a pályázat már fut, ebbe több település is részt vesz, Rózsaszentmárton tudom mondani, Nagykőkényest tudom mondani, Szücsit tudom mondani, ezek zajlanak, ebben az évben el fognak készülni. Ha bármit teszünk, ha mi megcsináljuk a gát magasságát egy bizonyos szintre, akkor mindig van 1 centiméterrel magasabb árvíz, de azon vagyunk, hogy ez minél kevésbé forduljon elő, és hála az égnek ebben egyre jobbak vagyunk, és egyre inkább meg tudjuk oldani. Képviselő úr, itt az elmúlt percekben az ágazati fejlesztésekről volt szó, tehát mely ágazatokban milyen fejlesztések történtek. Javaslom, hogy nézzük most akkor a térségi fejlesztéseket, tehát területekre lebontva, településekre lebontva. Itt van mindjárt ugye a legfontosabb, vagy központi település 60. Itt fontos az is, hogy a város vezetésével hogyan tud együttműködni az országgyűlési képviselő. Én mindig a konszenzusban és a beszélgetésben hittem. Rendszeresen leülök 60 polgármesterével is, és a környező települések polgármesterével is, és egyeztetek, hogy milyen szándékok, milyen lehetőségek vannak, mit szeretnének, mit szeretne az adott település, hiszen a település vezetői tudják ezt a legjobban. 60-ban az elmúlt időszakban ugye elkészült a könyvtár, itt hiányzott hozzá forrás,
Ezt úgy néz ki, sikerült is, megjelent a magyar közönyben az elmúlt évben, sikerült kipótolni. Úgy néz ki, hogy nyár elejére a környező zöld területtel együtt használható az épület, és minden rendben lesz. Most van kiírás alatt a Lesznainak, Lesznai Általános Iskolának a komplett belső felújítása. Ezt már korábbiakban kívülről felújítottuk, most belülről fog bekövetkezni teljes egészében. Ez például egy EFOP-os pályázati programból történik. Nagyon sok utakat tervezünk előre, ami érdekes volt az elmúlt évben. A Boldogi úton a vasútállomás előtt a csatornarendszer valószínű, hogy betömítődött, és nem vitte el a csapadékvizet, ebből eredően nagy mennyiségben ott volt, tehát a járdát nem tudták használni a vasútállomásra menők. Ezt a problémát most megoldjuk, elkezdte a közút a tervezését, mind az utat kompletten felújítjuk, mind pedig alul a teljes csapadékvízelvezetési rendszert kicseréljük. Ezzel a körforgalom, a selkutas körforgalom, az autóbuszpályát a MÁV-nak, valamint a városi sportcsarnoknak a komplet vízelvezetését meg lehet oldani. A teljes Boldogi úti víz kezelését, azt elvisszük az újhatvani csapadékvízárokba. Ez különösen fontos a mostani esős időszakban. Igen, ami teljes egészében megvalósul, de most van tervezés alatt a Nagygombosi útnak a komplet felújítása, hiszen az is nagyon rossz állapotba került, és hát tervezzük más oktatási intézményekbe, fűtéskorszerűsítés és egyéb korszerűsítés címén, hogy szintén ilyen fejlesztéseket teszünk, illetve van olyan oktatási intézmény, aminek szintén most megy már a tervezése és a feltételes közbeszerzése, ahol pedig a jövőben szeretnénk bővíteni, hiszen az igény az ebbe az irányba megy. Egy szóval minden olyan intézmény, amelyeken tudunk javítani, minden olyan környezeti paraméter, azt igyekszünk megoldani. És ne felejtsük el a kerékpárutat, most már azzal, hogy elkészült az Agyván fölfelé az Agyvagáton, már csak egyetlen egy irányba kell kerékpárutat terveznünk, ennek folyamatban van a tervezése, ez pedig a 60, a Nógrádi partján végig, a 60 Heréd Nagykökényes, ezzel a Nógrádi partját is bekötnénk az Agyva kerékpárút projektbe, egy komplett kerékpáros útrendszer alakul így ki. Ja igen, és még egy dolgot szeretnék hozzátenni, 60 kerekharaszt között most kerül felújításra a Magyar Közút által hosszú, tehát másfél éves lobbit követően a teljes kerékpárútrendszer felújítás. Eszembe jutott még mérhetetlen sok kérdés a kerékpározásról, bringázásról gyerekkoromból, de volt egy másik kedvenc is, az én unokaöcsém nagyon jó kézilabdás volt. A régi kisportcsarnokba sokszor szorultunk be, néhány tucatnyian is biztattuk őket, most viszont van egy gyönyörű, szép nagy sportcsarnok 60-nak, kívülről legalábbis szép, de a háttérben, mintha zajlan az üzengetés, ha jól sejtem, a kézilabda csapat és a város vezetése között. Ezt azért előbb-utóbb föl kell oldani, ezt a feszültséget. Próbálok mediálni, folyamatosan tárgyalok a miniszterelnökséggel, a kézilabda szövetséggel, a várossal és a kézilabda klubbal. Nagyon sok találkozom volt. Volt olyan, amikor egyszerre hárman ültünk le. Ez a mediálási folyamat abból áll, hogy valami konszenzusos megoldást, hogy hogyan lehet ezt működtetni. 2014-ben a Magyar Kézilabda Szövetségnél értük azt el, hogy társasági adó döntést hozott, miszerint 60-ban építhetünk egy sportcsarnokot, egy kézilabda sportcsarnokot, kimondottan a kézilabda számára. Ez a folyamat az elindult, én is várom, hogy mikor tudjuk végre átadni, mikor lehet végre megnyitó, hogy használatba tudjuk venni. Tényleg csak a Kodály Általános Iskolának a sportcsarnoka vagy tornatermében van akkora méretű pálya, amit elfogadnak, és hát a kézilabda csapat most a 60-ban a legnagyobb szinten játszó, tehát a besorolás szerint a legnagyobb szinten játszó kézilabda csapat. Nagyon jó lenne, hogyha mint civil szervezet, mint klub minél tovább és minél szebb körülmények között tudna játszani. Úgyhogy bízom benne, hogy ezzel rövidesen túl leszünk és meg fog oldódni ez a kérdés. Én mediálok és hiszek abban, hogy lesz megállapodás. Hát akkor ezek szerint a város fejlődése töretlen, és a politikai együttműködés is megvan. Akkor nézzük, ha javasolhatom, a többi települést. Tehát tudom, hogy képviselő úr tökéletesen pontosan tudja településenként az összes fejlesztést, hiszen erről minden évben számot szokott adni. Akkor engedje meg, hogy megkérjem erre most is.
Nagyon szívesen beszélek róla, mert ugye ez a, ha úgy tetszik, úgy is mondhatom, szívem, hogy a szülőföldem és a szívem csücske, tehát minden falut és minden települést ismerek, és minél jobban szeretnék megismerni. Folyamatosan járom is a térséget, és igyekszek minden információt, minden igénybe gyűjteni, amit az ott élők kérnek. Kezdem talán Hevessel, amint a második legnagyobb város. Hevesen már említettem a sakkot, de talán az egyik leginkább szívem csücske az maga a strand. Ott az uszodának zajlik az építése, nem sokára befejezzük, ez egy tanúszoda lesz, a magyar kormány tartja fönn. A másik magának a strandnak a fejlesztése, szálláshely, kiállítótér, a Vicántó rendbetétele, ez is már elindult, vannak folyamatok, amik nem sokára végéhez érnek, és vannak, amiknek a közbeszerzése most indul, kemping, medencék, a hevesiek régi vágya ez, hogy visszaállni és visszaálljunk. Kész a halászkastélyra, nem sokára végére érünk, ott Kőpál művész úrnak a szobrai lesznek elhelyezve, valamint olyan hevesi művészek, olyan kiállítási tárgyak, amik Heveshez köthetők, tényleg az is egy nagyon fontos. És hát ne felejtsük el, hogy megy a Benedeknek a külső-belső felújítása, ez egy általános iskolaként működő, olyan, mint 60-ban a Lesznai, ha szabad így mondanom, de hát indul a zeneiskola, ami nagyon fontos épület. Tehát csupa olyan fejlesztés zajlik Hevesen, utakat újítunk föl, belterülő utakat, épp tavaly adtuk át a gyönyörűen felújított nagy piaszteret, az is már működik, és megy ugye a főútvonalaknak is, nem csak a mellékutaknak a felújítása. Heves fejlődik, az elmúlt időszakban szépen fejlődött, van még dolgunk, de ezt tesszük. Kisköre, turizmus központ, a Tiszató partján, nagyon sok olyan fejlesztés zajlik, ami már befejeződött, inkubátorház épült az elmúlt időszakban, most bölcsőre épül, épp a településen, ennek már lassan az első fázisának a végén vannak, akkor utakat építünk, kerékpárutat újít föl, polgármesterasszony, ki teljesen a turisztikai övezetig, megnyílt a pihenőhajó, turistahajó központ, megnyílt a kishajó, hajóállomás, átadásra került, és most egy ilyen sportcentrum is épül, és a strand lesz lembetéve teljes egészében. Egy szóval kisköre fejlődik, várjuk azt is, hogy mikor indul már el a rafting pálya, ami megint csak egy nagy kihívás ott a gátnál. Lőrinci település, Lőrincén ugye az új piac csarnok az elkészült, egy közösségi térrel együtt, ami nagyon szép lett. Most még egy picit várunk, hogy elmúljon ez a pandémiás időszak, és akkor megtörténik az átadás. Új városközpont, templomfejlesztés, akkor erőműnél is hála azértnek sikerült annak a gyönyörű szép fás résznek a részét megoldani, rendbetenni. Sejpen is ugye rendbetettük a Rubit, ami régi vágyunk volt, az is úgy néz ki, hogy alakul, és hát ott is utakat is építettünk, tehát szintén fejlődik. Ha település csoportokat nézünk, nincs olyan település, amelyik az elmúlt időszakban ne pályázott volna sikeresen olyan pályázatokra, amit a helyi polgármesterek, vagy a helyi képviselőtestület, vagy a helyi emberek eldöntöttek. Bármely településen végigmehetünk, mondhatom például Rózsaszentmártól, régi vágyuk volt, hogy csapadékvízelvezetés most elindul. Az iskola nagyon sok pénzt kapott, nagyon szépen rendeltett kívülről, belülről téve. Egy bölcsödével készen vannak, most a másik bölcsödét indítják, két bölcsödei csoport lett. Szücsi iskola gyönyörűen megújult, óvoda gyönyörűen megújult pont az elmúlt évben, művelődési ház gyönyörűen megújult. Most ott is csapadékvizes pályázat, amit mondtam a havária miatt, hogy mennek előre. Ecséd lassan már nem lesz olyan közintézmény, ami meg kell csinálni. Lassan az utakkal, a belterületi utakkal is végeztünk, de polgármester úr nagyon aktívan végzi a dolgát. Ott is a bölcsőre van folyamatban, a vodai tornaterem van folyamatban, és iskolai tornaterem, aminek most van a tervezési időszaka, és nem sokára az is épülhet, vagy elkészülhet. Hort. Ott bölcsőre épül, ez most van a papírodása, ipari park épül, akkor utakat, belterületi utakat, temetőfelújítás, tehát nagyon sok dolgot beszélünk, folyamatosan kommunikálunk, új polgármester úr van, vele dolgozunk együtt. Csány, a polgármesteri hivatal újul most meg, a szociális ellátó most újult meg, iskola most fog megújulni, ott is már a közbeszerzés zajlik, és hát új, az új terv és a nagy terv egy új orvosi rendelőcentrum a gyógyszertár mellett,
ennek pedig már az előkészítési szakaszát végezzük, és utak, hála az égnek most ott vagyunk, hogy már megvan a pénz, a 60-i körforgalom és a Csány közötti szakaszra, végre a Csányiak vágya, hogy rendben legyenek az útjai, az is rendben lesz. Mehetünk tovább bármely településre, Heréd, Nagykökényes és a Kerekharaszt, ők egy csoportban dolgoznak, ott is ugye óvodai tornaterem, utcák felújítása Kerekharaszton, Heréden a parkot szeretnénk rendbetenni, polgármester úr nagy vágya az most be fog következni, a művelési ház átadásra került épp a múlt évben. Nagykökényesen zajlik a kastély, amire megint csak nagyon büszkék vagyunk, régi-régi vágyunk volt, hogy megmentsük, ott az utak is megújultak, boldog művelési házat újítjuk most föl, új bölcsöde rész épül ez óvodával együtt, ők már korábban építettek egyet, ott is zajlanak, utat fogunk most építeni éppen, az is úgy rendben van, de mehetünk tovább, nem szeretnék egyetlen egy településre kihagyni, de mehetünk tovább például Atkárra, Atkáron az orvosi rendelőn dolgozik polgármester úr, most folyik a közbeszerzés, lassan indul majd az építés, óvoda teljesen föl lett újítva, a következő feladat lesz az iskolának, a tornatermének a felújítása mindenképpen. Vámosgyőrk régi vágy, hogy önálló orvosi rendelő csoport legyen, ezt végzik polgármester úrék. Polgármesteri hivatalnak a felújítása, ez is rendben van. Új óvoda készül éppen a településen. Adács, ahol az elkerülő utat próbáljuk most megoldani, de polgármester úr már nagyon lelkesen készül az új fogorvosi rendelő megépítésére, illetve nem sokára indul az orvosi rendelőnek a felújítása. Művelődési házban folynak most éppen a felújítások. Mondhatom, Nagyfüggelyet, új csatornarendszer, új út lesz, új kerékpárút lesz, és hát nem mellesleg ugye az iskola felújítása is részben már megtörtént, pont az elmúlt évben, és részben még folytatjuk tovább ezt a feladatot. Ott az óvoda gyönyörűen megújult, nemrégen adtuk át több ütembe, kívül, belül, mindenféle szempontból, most utoljára óvodai játékeszközöket adtunk át. De mondhatom Ludast, ahol a település központjában egy új művelősi ház, ugye az iskola épületét felújítottuk, utakat újítottunk fel, a polgármesteri hivatal újult meg, és most óvoda bővítés a nagy terv, amin dolgozik polgármesterasszony. Nemrégen adtuk át épp a tavalyi évben például az óvodai tornatermet, ami nagyon fontos. Gyöngyös halász szóval egy nagyon fontos beruházásunk. Gyöngyös ipari park felé egy régi-régi nagy orosz állapotú majdnem földutat, megépítünk, megnyitunk, és ott, ahol a kerékpárgyár, vagy ahogy a pelenkagyár van, összekötjük a településsel. Tehát a gyöngyöshalászaknak lesz mód, hogy oda ki tudjanak lépni. Nagyréde, a művelősi háznak a felújítása, iskola felújítása már részben megtörtént, most még újítunk rajta energetikába. Ovi nemrégen került éppen átadásra óvodai eszközök, de ott a művelősi házat kell rendbe tennünk, úgyhogy polgármester asszonnyal is jól tudunk együtt dolgozni. Most egyébként tavasszal, nyár elején csináljuk a nagyrédélyi bekötő utat, ami szintén nagyon fontos. Ha megyünk tovább Tarnaméra, ott orvosi rendelő a cél. Az iskolával részben már most végeztünk, még van rajta egy kis munka, ezt elvégezzük. Ott is az út, a kerékpárút, a csatorna, ezek mind most vannak folyamatban. Azon imádkozom, hogy a csatornások mindenre végezzenek és menjenek onnan. Szeretnénk látni a hátukat már, hogy végezzünk. Bocsonáda kastélyt azt mondtam, ott még egy tornaterem, már egy pályázat volt, amit sikerült a egyháznak elnyerni, most azonban úgy néz ki, hogy még egy pályázat, de majd ezt is nézzük. Ott polgármester úr nagyon lelkes, lassan minden közintézménye a kastélyon kívül megvan, és akkor végeztünk, de ott is épül országút, kész már szinte a csatorna, illetve a kerékpárút is épül. Zaránk művelősi ház rendbetétele most történt meg, polgármesteri hivatal, most a idős otthont ott próbálunk, illetve polgármester úr lelkesen vásárol mezőgazdasági gépeket, vízelvezetési pályázatot készít elő, és ott is megyünk tovább. Erk ugyancsak, ugyanezeket el tudom róla mondani, ott az iskola az tényleg rendeletéve, a polgármesteri hivatal az nemrégen készült el, orvosi rendelő nemrégen készült el a múlt évben, úgyhogy ezek is lassan zárunk. Tarnaörös folyamatban vannak pályázatok, most a templomra is pályáztak, óvodára pályázunk, orvosi rendelő felújítása az most van folyamatban,
szintén visznek, egy kis ékszerdoboz tényleg, iskola most indul, ki van írva a közbeszerzés, a régi iskolát is felújítjuk, mert annyi gyerek van, hogy már nem férnek el. Óvodába tornaterem, ez most fog menni, már a bölcsőre elindult, és egy régi vízimalmot újítottak föl, végeztek, polgármester úr nagyon lelkesen állt az ügy mellé, az is gyönyörű szép lett, tehát az is tényleg szép az egész. Tarnabod, ott a szociális ellátóbázist szeretnénk megújítani, orvosi rendelő, illetve a polgármesteri hivatal felújítására kért polgármester úr, annak állt neki, illetve utak, belterületi utakat emelte ki nagyon fontosnak, ezeket is tesszük. Tarnazsadány könnyű helyzet, de van olyan szempontból, szinte minden ország útja föl van újítva, ott az elmúlt időszakban óvodát bővítettünk, illetve az iskolában nagyon sok fejlesztés történt, a mellékhelyiségek, a fűtés, egyéb dolog. Most a régi tornateremnek a felújítása ilyen közösségi térre, illetve sportterület felújítása készül, vagy az van folyamatban. Hevesről beszéltünk, PN új polgármester úr van, utakat tesszük, a főút, az oda vezető utakat építjük meg Tarna-Szent Miklóson keresztül, ott az óvoda, a bölcsőde, az iskola fejlesztése evidenciában van, polgármesteri hivatal az mozzárult, kerékpárút építés most van folyamatban, és a belterületi utakra is egy nagyon komoly támogatási csomag került a múlt évbe ráfordításra, mintegy 30 millió forint értékből, az is teljesen rendben van. Tarna-Szent Miklóson az OVI, ugye most óvodai tornatermet épít polgármester úr, van egy közösségi ellátótér, ennek a felújítása, vagy épített már lassan készen van, ennek a rendbetétele, akkor szolgálati lakásokat alakít ki, hogy az ott dolgozók azok ott tudjanak lakni, akkor a polgármesteri hivatalat azt hiszem mondtam, a művelődési házban már a második fejlesztést viszi végig polgármester úr, és ezt visszük tovább természetesen, és hát a Liga, annak a felújítása most készült elő, valamint csapadékvizet készítünk elő ott is. Kiskörőről beszéltem, Heves-Fezekény, a régi iskolát közösségi téré polgármester úr most fejezi be, ez készen van, az is szépen megy, és most a polgármesteri hivatalt teszi majd rendbe, és annak áll neki, az ott a következő vágy. Járdákat is épített, és utcákat is, utakat is épít polgármester úr. Ott is a kerékpárút kompletten meg lesz, megvan. Teljesen a Tiszatóig azt le fogjuk vinni a Hanyigátján, illetve a főútvonalnak a rendbetétele is. Hála az énnek minden ilyen több települést átfogó rendszernél, kerékpárút vagy útrendszernél, minden polgármester pozitívan áll a dologhoz, és segíti a munkát, és jön ötletekkel, hogy ő ezt kérni, azt kérni, és ez működik. Ne hagyjuk itt enket, OVI, szép, nagyon szép bővítés lett, Bölcsi, aznak most áll neki polgármester úr, az önkormányzatnak az épületét, polgármester hivatalt nem régen újította föl, az is nagyon szép, és ami elmaradt az erdőtelek felé vezető út, az most lesz felújítva, már egy része megvan, a másik része most épül, ott ipari területfejlesztés is folyik, illetve a kerékpárút is most épül. Erdőtelek, polgármester asszony nagyon lelkesen épít, ott ugye a két település közti út az most rendben lesz, van egy nagy cégcsoport, az SBS cégcsoport a falu szélén, ott a kerékpárút, a vezető kerékpárút, ez folyamatosan van, illetve van a tervek között szerepel nagyon sok minden, például a művelési háznak a felújítása, a Butler kastélynak az előkészítése az még mindig folyamatban. És hát utoljára hagytam, de nem utolsó sorban nagy utat, nagy útra most már nagy út vezet. Ha valaki odament és olyan 5 km/h azon a bekötő úton végment, hát az elveszítette az életkedvét, mikor azt a 7-8 kilométert letudta. Most azt lehet mondani, hogy gyönyörű úton, kálból nagy út tökéletesen elér, de nem álltunk le. Rá kell tennünk még egyrészt a kopóréteget tavasszal, amikor olyan meleg lesz. Kálon belüli útszakasz meg lesz csinálva, a Horváth László képviselő úr és a káli polgármester úrnak hála. És nagy úton belüli valamennyi belterületi utat szeretnénk már felújítani. Óvoda most lett rendbetéve, épp az elmúlt évben lett szinte kész. Iskolára most komolyabb pénz került ráfordításra. Polgármesteri hivatal pont elmúlt év. Szolgálati lakás került kialakításra. Egy szóval nincs olyan település, egyetlen egy se, ami ne fejlődött volna az elmúlt időszakban, és ne fejlődne
a jövőt illetően is. Mindent megteszünk azért, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. És akkor, hogy ne hagyjam ki, a Zagyvaszántó, Petőfi Bánya és Apc háromszögben lévő településeket sem, úgy valamint Boldogot, úgy mindenütt belterületi, Boldogot mondtam, bocsánat, belterületi utak, közösségi házak, mindegyütt óvoda, bölcsöde, főleg ugye Apcon gyönyörűen felújításra került, akkor, és minden közösségi épület, ami felújításra került, ami igény, Zagyvaszántón egy közösségi ház, Apcon egy új orvosi rendelő a fogorvosnak és a védőnéninek, és ez van most folyamatban, előkészítés tervezés alatt, és Petőfi Bányán pedig polgármester úr mindig az Apci utat mondja, aminek a fele még nincsen kész. Majd az is meg lesz. Kimerítő volt, köszönjük szépen. Sokat beszéltünk bölcsődékről, óvodákról. Így van. A kicsikről. Nézzük most a nagyobbakat. Amikor én végigjövök 60 fő utcáján, új 60 fő utcáján, akkor a gyerekeimnek is mindig büszkén mutatok rá a kettes iskolára, hogy milyen szép. A nagyobbak, a nagyobb oktatási intézmények. Közülük ki lehet emelni egyet, vagy néhányat, amelyek komolyabb fejlesztést követően indulhatnak útjukra? Nincs olyan oktatási intézmény, ahol valamilyen szintű fejlesztés az elmúlt években ne történt volna. Ez köszönhető, hogy ugye két fenntartó, nagyobb fenntartó mozog a térségben, egyik a katolikus egri érsekség és a Váci püspökség, a másik ágon pedig a különböző önkormányzati jellegű, vagy kimondottan klikkes intézmények. Mindenki fejleszt, mind a területnek, a választókerületnek az északi részén, mind a déli részén intézményeket. Például középiskolákat, tehát akár a Bajzát mondhatom, de akár mondhatom a református középiskolát Hevesen, vagy például általános iskolák, hiszen 60-ban az általános iskolákban az elmúlt években mindenütt volt jellegű fejlesztés. A településeken is nincs olyan települési iskola, ahol ne történt volna meg, és nem menne előre fejlesztést. Vannak nagyon pozitív példák. Ludason újraindítottuk az alsó tagozatot, amihez pont a régi iskolát sikerült felújítani. A másik ilyen számomra kiemelt, hogy Viszneken annyira sok a gyermek, hogy nem elég, hogy a régi, az a mostani iskola intézményét felújítjuk, hanem a régi iskolát újra nyitjuk, és ez a kliknek köszönhető, kívülbelül meg fog újulni, és ez működni fog. De mondhatnám a Tarnamérei általános iskolát, ahol most tervezzük a kicsik számára két tanteremnek a hozzáépítését. Mondhatnám Hevest, kimondottan Hevesi József, a Benedek, amit mondtam, és hát ami nekem tetszik, ott van a város közepén, a főtéren egy gyönyörű zeneiskola, és az föl lesz újítva, és meg lesz, el lesz készítve. Mondhatnám a Csányi iskolát, a Horthy iskolát, az Esédi iskolát, és tényleg végig tudom mondani minden intézményt. Nincs olyan intézmény, ahol a polgármesterek és az ott élők, a pedagógusok vagy a klik igénye alapján le lenne felújítva. Szólt az egyházi beruházásokról, vagyis azokról a területekről, ahol az egyház megjelent, így például az oktatás terén. Ugye említette az egri érsekséget, a Váci püspökséget. De ugyanakkor az állam is viszont támogatja az egyházat. Hogy áll a térség az ilyen egyházi építmények felújítása terén? Minden felújítási munkára azt szoktuk mondani, hogy jó, 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 csak majd egyszer a végére kellene már érni. Akkor lennénk teljesen elégedettek, ha minden épület megtörtént volna, de dolgozunk rajta. Ugye kimondottan a Magyar Falu programban van egy olyan kategória, amelyek az egyházak részére van kiírva, és ebben az elhagyott egyházi, például parókiák vagy közösségi épületek létesítménye való rendbetétel átalakításra. Ilyen történik Tarna-Szent Miklóson például, csak példaértékkel, hogy mondjam, vagy ilyen történik Ecséden, ilyen egyházi épület felújítás, Rózsaszentmártonban, Apcon. Ezek mind sikeres ilyen épület felújítások, és ezeket szeretnénk továbbra is folytatni. A másik nagy célkitűzés a templomok. Nagyon sok értékes, középkori, akár román stílussal ellátott templomunk van. De a barokkori templomjaink is mind nagyon fontosak, nagyon szépek. Most folyik például az Apci templomnak a felújítása, a Lőrinci templom felújítása, részben megtörtént, ezt folytatni szeretnénk.
de föl szeretnénk újítani a nagykökényesi templomot, ott már egyeztettem az atyákkal, hogy ez jó lenne ezt elérnünk, de tudjuk, hogy például Viszneken, Tarnaösön kellene felújítani, Nagyfügeden történt felújítás, de szeretnénk még ráfordítani. Adácsi templom szép, és nyertek is pályázatot, akkor van pénz az egyházi temetőkre, nem mindegy, hogy milyen körülmények között kísérjük utolsó útjukra a szeretteinket, ezért a kormány nagyon jól gondolta azt, hogy az ilyen jellegű egyházi pályázatokat is támogatja. És a temetőkbe is kerítések épülnek, ravatalozó felújítás, tudom mondani például most Zagyvaszántó, hogy más nem mondjak, akkor most Nagykökényes van soron, ott szeretnénk a ravatalozót is felújítani, szeretnénk a kerítést is megcsinálni, hogy ilyen egyházi dolgokról, közösségi tereket újítunk fel továbbra is, a következő időszakban is lesz ilyen pályázati lehetőség, és aktívak az egyházi vezetők. Azt lehet mondani, hogy valamennyi egyházzal, aki a térségben dolgozik, jó viszonyt ápolok, igyekszem segíteni a munkájukat, igyekszem minél inkább támogatni az elképzeléseiket, jó az együttműködés. Nagyon nagy feladatot visznek, hiszen a térség, a társadalom lelki egyensúlyát azt nagy mértékben ők viszik, kapcsolatot tartanak, és tényleg velük kezdődik az élet, a születés. Igen. Ezt tudjuk, úgyhogy, és a halál is. Igen. Hát az elmúlt egyesztendő háborús viszonyaihoz képest, majdnem háborús viszonyaihoz képest egy nagyon lendületes, nagyon sok pozitívumot tartalmazó beszélgetésen vagyunk túl. Ezt nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom mindannyiunk lelkének jót tett. Köszönjük szépen, képviselő úr. Nagyon szépen köszönjük figyelmüket. Nem sokára jelentkezünk.